Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Jézus egyszer elment tanítványaival a Fülöp Cezáreája környékén fekvő falvakba. Útközben megkérdezte őket, kinek tartanak engem az emberek. A tanítványok azt felelték, egyesek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket, hát ti kinek tartatok engem? Erre Péter így válaszolt, te vagy a Messiás, akkor szigorúan lelkükre kötötte, hogy ezt senkinek sem mondják el róla. Ettől kezdve arra oktatta őket, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie. A vének, a főpapok és az írástudók elvetik és megölik, de harmadnapra föltámad. Erről egészen nyíltan beszélt nekik. Kedves testvérek, kedves tévénézők! Jézus itt nem példabeszédben szólt a tanítványaihoz, hanem nyíltan megkérdezte őket, hogy kinek tartják őt. Ekkor vallotta meg Péter, ahogy hallottuk, hogy ő a Messiás. Ezért meg is dicséri Pétert Jézus, de mivel láthatjuk azt is, hogy felsorolják a tanítványok azt is, hogy mások kinek tartják Jézust, hogy van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, van, aki valamilyen prófétának. Tehát azt látjuk, hogy nem nagyon ismerték meg még Jézust, nem nagyon döbbentek rá arra a valóságra, hogy ő a Messiás. Nekünk is nagyon fontos, mert nagyon sok tévtanítás kereng Jézusról mai napig. Vannak, akik csak prófétának tartják Jézust, nem megváltónak, nem Messiásnak. Ezért nekünk életünkkel, ezt az ismeretünket tovább kell adjuk, és szavainkkal, nap mint nap. Gyerekeinket úgy nevelni, nem beszélve arról, hogy az embertársainkra úgy figyelni, hogy megismerhetik rajtunk keresztül a Messiást. Amen.